Gratulálok a győzelemhez. Mennyire volt már a fejedben az, hogy itt hosszabbítás lesz? Mennyire volt az a fejedben, hogy itt a 90. percben tudjátok eldönteni ezt a mérkőzést? Hát most nyilván, hogy igazából most őszinte leszek. Én nem gondoltam arra, hogy most majd hosszabbítás lesz. Most nyilván ment a meccs, és jól játszottunk, és fegyelmezettek voltunk. Amiben benne volt a hosszabbítás is nyilván, nyomott az Újpest, de hát mi már meccs elejétől kontrákra helyezkedtünk be, és voltak egy pár veszélyes kontratámadásaink, és nyilván az Újpest a címvédő, egy nagyon-nagyon jó csapat, aki az NB1-ben is évek óta jól szerepel, így most elkerültük a hosszabbítást, ami azért is jó dolog, mert nem lesznek annyira fáradtak a játékosok, és így most benne maradt, mondjuk a lábukba megspóroltunk egy 30 percet. Ugye itt az egész stadion felugrott, mikor bement a gól, te hogy élted meg ezt a kispadnál? Mi történt a kispadnál? Ti is futottatok a pálya felé? Hát nyilván igen, ilyenkor, ahogy a játékosok is, úgy mi is ott a kispadon, ilyen euforikus állapotba kerültünk, nagyon boldogok voltunk. Hát ez egy nagy dolog tényleg, szóval, hogy egy címvédőt, aki megnyerte ezt, és egy NB1-es csapatot így sikerült megvernünk és tovább jutni, és 6 fiatal játékosa, és egy 2000-es születési fejet a győztes gólt, akinek az első mérkőzése volt hazai pályán. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, és nagyon boldog vagyok. Ugye végül is lehetett arra számítani, hogy meg tudjátok szorongatni az Újpestet, mert ha valaki ránéz az NB2-es tabellára, akkor az látszik, hogy a Kaposvár jelenleg most ugye a fél időnél a harmadik helyen áll, és hát tulajdonképpen nincsen messze attól, hogy feljusson az NB1-be. Hogy értékel az eddigi szezont az NB2-ben? Számítottál el ilyen jó szereplésre azután, hogy most jutottatok fel az NB3-ból? A feljutó csapatként mindig nehéz, és a célkitűzésünk is az volt, hogy egy biztos bennmaradás, de a tulajdonos azt mondta, hogy igazából avval lenne a legelégedettebb, hogyha sikerülne a középmezőnybe a 10. hely környékén végezni. Most így az őszi szezonban harmadikak vagyunk, és 3 pontra van a feljutó hely. Megpróbálunk a jövőben is minél eredményesebben szerepelni, és minél több meccset megnyerni, és majd meglátjuk a vége fele, hogy ez mire lesz elég. Hogy érzed erre a szezonra, mennyire állt össze ez a csapat? Azt néztem, hogy azért vannak nagyon rutinos játékosok, például Rajci Péter, aki már 37 éves, és mellette viszont vannak nagyon fiatal játékosok is a keretben. Igen, ezt én próbáltam úgy kialakítani a keretet, hogy mert kell a rutin is, hogy legyen idősebb játékos is, és a fiatalokat is beépíteni a keretünkbe. Anno én az U19-es csapattá kezdtem el edzősködni, és az a csapattal megnyertük a bajnokságot, és abból a keretből 8-an vannak a keretünkben, tehát az 1/3 a keretünknek abból a csapatból van. Akik jól szerepelnek, és így megpróbálom így az egyensúlyt megtalálni, hogy az idősek és a fiatalabb játékosok között szükség van az idősebbekre is. A Rajci Peti például egy igazi vezér, ő a csapatkapitányunk, és jó is játszik, és egy példaértékű az edzés munkája, és nagyon profin készül, az egyik legprofibb játékosunk, de én mindenkitől megkövetelem a munkát edzésen, és a fegyelmet, ezt a kettőt, én a munkába hiszek, és a fegyelembe, és ennek eddig megvett az eredmény, és remélem, hogy a jövőben is hasonlóképpen meg lesz. Milyen visszajelzéseket kaptok a szurkolóktól, hogy ilyen jól megy az NB2-ben? Van, aki már azt mondja, hogy itt a feljutás lehet a cél a szezon végén? Most nyilván én annyira nem beszélek szurkolókkal, tehát most meg nem is járok én nagyon a városba se szállt. Én eljövök ide edzésre, megtartom az edzést, és utána hazamegyek. Én nem vagyok az eljárós típus, inkább szeretek otthon dolgozni, aztán készülni még az edzésre, meg a meccsekre. Most nyilván a szurkolók szeretnék, meg én is azt mondom, hogy nem. Nem tudom, hogy mi a realitás ennek a csapatnak, hogy egy helyezésbe. Mert lehet, hogy például mondjuk a 6. hely, és akkor, hogyha túlszárnyaljuk, akkor erőn felül teljesítünk. De lehet, hogy én azt tűztem ki így magamnak,
hogy legyünk mi az egyik meglepetés csapat, ami jelen pillanatban úgy néz ki, hogy eddig megvan, de hogy messze menő következtetéseket nem szabad levonni, mert volt már olyan, hogy akár a tavalyi bajnokságban is, hogy valaki mondjuk a 16. forduló után a harmadik volt, és kiesett az NB2-ből tavaly. Hát nyilván mi ezt nem szeretnénk. Tehát mi alázatosan megpróbálunk dolgozni a jövőbe is, és megpróbálunk minél több meccset megnyerni, hogy próbáljunk ott az élbolyba maradni, és tényleg majd a végén majd meglátjuk, hogy hány győzelmünk lesz, törekedünk mindig a maximumra, maximumot kihozni a csapatból, és remélem, hogy minél előbb végzünk. Ami így büszke vagyok rá, hogy így a harmadik hely, hogy így meglett az őszi szezon során, mi kaptunk ki legkevesebbszer a bajnokságban, 2-szer, és ez így mutatja, hogy a csapatnak van tartása. Ugye már egy nagy meglepetést okoztatok, tud ez a csapat egy héten belül 2 okozni, hiszen mentek a hétvégén Gyirmotra az NB2 lista vezetőjéhez. Egy rangadóra készülünk idegenbe, és idegenbe mindig nehéz játszani, sokkal nehezebb, mint hazai pályán. A Gyirmot nem véletlenül vezeti a bajnokságot, de nem fogunk feltartott kézzel oda menni, mi győzelemre játszunk, és azért megyünk Gyirmotra, hogy megverjük őket, és visszavágjunk az első fordulóba elszenvedett vereségünkért.